Na, tiszteltem mindenkinek, kacok, szevasztok, Balla bácsi visszatért. Bocsánat a kis késésért, elindítottam a játékot, és megrémültem, hogy itt mi történt. Hál' Istennek semmi. Hála. Oké. Hangot le kell vegynem, mert ugye ez is újra volt telepítve. Oké, minden engedélyezünk, hangbeállítást. Oké. Ezt is így. Legyen 44. Hammer time. Lol. Igen. Nem euró. Kilométer. És megvan minden. Tiszteltem mindenkinek, szevasztok! Hello Máté, szevasz Bence, szevasz Tamás, szevasz Kakel, szevasz Doki úr, tiszteltem Ragnar, Levente, boom, hello mindenkinek, szevasztok, skacok, tiszteltem. Na, minden meg van csinálva, remélhetőleg most, úgyhogy csapathatjuk tovább. Megijedtem, gyerekek, kézzétek el, hogy, na, az meg újra letelepítve az egész gép, hanem, hogy a viharba lesz itt akkor dolog. Na nézzenek oda. Hál' Istennek felhőbe menti ezeket a mentéseket, szóval meg kellett nyugodjak. Mert igen, oda. Hol volt itt nagyszerű kezdés? Ha miért nem az volt? Hát, álljon már meg a menet. 16 pontot összeszedtünk Strollal. Hát kikérem magamnak. Hát nézzenek oda. Harmadikak lettünk, München. Itt pedig 10. Fokváros. 16. Peking, 15. Mindegy, belejött. Az a lényeg. Szevasz Maradék, Rada, Genesta úr, Gábor, tiszteltem mindannyiatoknak, szevasztok, hello, bello. Szevasztok, szevasztok. Na. És akkor kitöltöm itt a célzóvidet, azt már csapatjuk is tovább. Oké. Köszönöm szépen a lúcot. Headlights úr, 3 pont. Pont. Köszönöm szépen. Csapatom neki. Megyek kicsit, mert holnap kelek. Nyugodalmas, jó éjszakát, jó pénz, szevasz Maradék. Hello Marci. Na, és kacok, pörgessük. Egy mi? Nem hagyjuk otthon, ne idegesíts. Hogyan hagynánk otthon? Jó. Marad minden úgy, ahogy volt. Oké. És jöhet a szabad edzés, gyerekek. Jöhet a milánói nagy, de hát itt motorerő kell. Ami nekünk nincs túl sok. Meglátjuk. Sérre kenőcsöt. Valami izomlazító kell oda. Szegény gomes, free gomes. Valamelyik nap meg lesz az Xbox, és lesz Motorsport 7, és megyek multizni. Na, Marci, ennek örülök, szuper. Nagyon király, jó van, ez nagyon nagy hír, jó van, ez tényleg király. Ennek örülök, jó van, papám. Gyere nyugodtan, hogy ne. Melyik nap lesz, mert konkrétan szerdán lesz 7:30 talán, de Facebookon meg is tudod nézni. Hogy mikor lesz pontosan Forza Multi. Az oldal tetejére rögzítve van, és akkor már akár tudnál is jönni. Király lenne. Fasza lenne nagyon. Jó. Okidoki. Szevasz Ricsi, szevasz Snapboy. Hello mindenkinek, tiszteltem. Lóbalzsam, sziasztok. Lóadrás, így van, lóbalzsam. Tényleg az jó ötlet, vagy csalán. Csalán! Viccen kívül csalánnal kenegest. Vérserkentő hatású. Kurva jó. Apukámnak még régen volt gerincsérve anyuka, azzal kínoszta. Még nagyon-nagyon régen. Még a hülye ápolónő frissen műtött apuka volt. Apukámról van szó.
frissen volt műtve, jön be az ápolónő, hát lepedőcsere, hasonló volt, hasonló lehetett ugye feküdnie, szigorúan meg se szabadott mozdulni, nem hogy szabadott, ha meg se tudott. Erre jön az ápolónő, hát hogy itt Béla bácsi, lepedőcsere, apám meg mit ad, micsoda? Szóval addig-eddig erősködött, jó, oké, próbáljuk meg. Apám alá nyúlt itt a derekánál, és így elkezdte megemelni. Na, akkor ott apám azt mondta, na, kifelé. Hát normális. Mi is vagyunk a kenegette ugye, még otthon, mikor már ugye haza lehetett menni. A csalánnal. Rendesen letéped a csalánt, az így. Hedony. Állítólag jó cucc. Apukának jót tett. Szia, Sama, szevasz, BP King, hello mindenkinek, tiszteltem, szevasztok. Szevasztok, srácok. A természetes gyógymódoknál szabad maradni szerintem mindenféleképpen. Azt érdemes, mert ilyen gyógyszereket, ilyen fájdalomcsillapító, az tényleg csak nagyon a legvégső esetben. Én. Tehát én semmilyen gyógyszert, fejem, fejfájásom hál' Istennek nem szokott lenni, és szinte soha. Max egy évben egyszer. Ah, hülye vagyok, nem kéde leszorító erő. Hova húzom? És tehát tényleg gyógyszert én csak akkor veszek be, hogyha lázas vagyok. De akkor is úgy csinálom én, hogy 5 nadrág, 5 pulóver, 5 zokni, be az ágyba, forró tea, lázcsillapító. Két nap múlva úgy kiizzadtam, hogy igaz, hogy Balaton van itt az lakásban, szobában, de megéri. Jó cucc. Én így szoktam gyógyulni. Hát. Szóval, ja. Én jobb szeretem tényleg ezeket a természetes, mert tényleg, én olyan elmélettel vagyok így, lehet, hogy tényleg így szüleim miatt, foglalkozásuk miatt. Oké. Okay. Hogy tényleg beveszel egy fájdalomcsillapítót, akkor, vagy beveszel mondjuk egy bitté fejfájcsillapítót, hogy jó lesz. Azt mindennek olyan mellékhatása van, hogy utána már az meg a vesére kell szedni gyógyszert, akkor a vese gyógyszer után jöhet a májra a gyógyszer, a szívre, a tököm tudja mire. Inkább az meg maradok a lila hagymánál, meg a fokhagymánál. Plusz reggelire valami jó síros kaja. És akkor az úgy beolajol az egész. Hát mint a motornál a kenés, gyerekek. Hát most nincs kenés, akkor mi van? Semmi. Nem? Hát meghal a motor. Besül. Na. Hát régen sem véletlenül mentek ki a mezőre régen. Aztán ott csapatták a szalonnát meg minden. Hát meg a pálinka. Nem hülyeség ezek a dolgok. Nem hülyeségek. Legalábbis én hiszek ezekbe a dolgokba. Hát. Lol. Hát próbálják meg így. Oké. Okay. Itt se lesz jó. Szavasz Hamilton! Iiii, László. Ajajajajajajaj. Szavasz McLeody. Ja, ezért dübörő a gyógyszeriparát, igen. Igen. Szavasz Sasa úr. Hello, hello. Tojod Bala, én is tudom. Na, rendben van, szuper, csapasod neki. Üdv Bala, ha egy prostit megerőszakolnak, az bolti lopásnak minősül, vagy erőszakolásnak? Hát nézőpont kérdés.
Maradjunk annyival szerintem. Nagyon elcsesztem a beállítást. Oké. Talán jó lesz. Bala volt, Luc. Így van, volt. Házi bor, házi pálinkával. Ja, ennyi. Forrad borsalosz, így van. Hát ilyen... Ja, én ezeket tényleg így csinálom. Jó, lehet azért beszélek úgymond könnyen, mert nekem hál' Istennek még semmi komolyabb betegségem nem volt. Hát most csak annyi, hogy itt egy tüdőgyulladásom volt, meg volt egy máj, meg egy lépnagyobbodásom. Ilyen mononukleózisom volt, vagy mi a bánat. Akkor nem tesizhettem, azt igen szerettem. Azt a részét. Aztán így igazából ennyi. Ennyiben megálltad a dolog. Hál' Istennek. Ja. Ennyi. Aztán inkább tényleg mióta zaválom a fokhagymát tonnaszámra, mikor ilyen nyáron azért nem, mert akkor én se kívánom. De mikor tényleg elmúlik az a forróság, na akkor aztán onnantól ez, csak az a szar, ma is ettem fokhagymát, bassza meg, és annyira ihatnékom van, hogy erre is jó egyébként a fokhagyma, meg ha fokhagymát eszem, akkor biztos úristen, hogy meg lesz a napi folyadékbevitele. Azt tuti ziher. Úgyhogy nagyon nagy. Egészség, kurva erős lett ez a víz. Nem úgy. Hozzuk be. Gyertek gyerekek, le. De nem, maradjatok kint most, várjál csak. Maradjatok kint, míg nem csináljátok meg itt a feladatot. Hát lehet, hogy már kör végén be tudjuk őket hozni. Gyerünk, mennyi csík. Megvan, az meg lesz, fasza. Ez az. Jöhet az időmérős beállítás. Szuper. Pazz meg, lejjebb ment a izé. Jó, akkor ellenkező irányba módosítunk. Legalább ezt is tudjuk. Várja, hogyan volt? Ja. Nem, várja, így. És így. Így nézzük meg, és akkor így három kör, csapassat, fiacskám. Úgy. Itt is átpattintjuk szépen a beállítást. Közepes keverék, itt pedig jó lesz, itt a 97% bőven jó lesz gomestek. Napi 3 liter pálinka, nincs az az Isten, hogy elkap valamit. Há, ja. Igen. Még a Székely bácsit megkérdezték, ez tényleg frankon így volt, hogy hát ugyan mégis mi a jó büdös francot csinálnak mi ott arra felé, önök felé, falun, vagy esetleg tanyán, mikor nagyon-nagyon hideg van, mert itt az, hogy hótoló, riadó van, minden van, hát milyen óvintézkedést csinálunk, begyűhet a kutya. Ennyi, nem kezd túl lihegni. Hó van, tél van, akkor hóval jár az ember. Nem kell beszarni. Elakadások, meg ilyenek. Gyerekek. Meg ezért sokan el akarják hagyni az országot. Én volt, hogy ilyennel is beszéltem. Azóta sem megyek abba a virágmódba. Hanem te jó Isten. Főnök asszony volt, azt mondja, hát én nem szeretem ezt a telet. Esik a hó, milyen dolog ez. Virágmódos csaj volt. Hanem nem áll. Ne baszd már ki velem. Hát pont ez a szépség, nem lehet megunni. Ha most mindig meleg van, ki szereti azt? Én nem szeretem, mindig folyik rólam a víz, ömlik. Megemelek egy poharat, már szakad rólam a víz. Szóval... Ja. Na. Gyerekek, szerintem úgy egészen jóra sikeredett ez a szabad edzés. Hál' Istennek. Ja, semmit nem mondok, így a Dorbi így van, nem szabad feladni, szevasz. Ennyi. Eddig csak a Motorsport 7-ben van cross platform az autós játékok terén.
Hát erre nem tudom pontosan a választ, de szerintem igen. Szerintem igen. Ja. Bum. Köszönöm szépen a luccot. Várjál, tegnap mi volt? De. A. Le. Megjegyeztem, várjál, figyelek. Figyelek. Ez szerintem nem véletlen. Szóval, ja, tök jó. Volt egy idős ismerősöm, aki minden reggel felesen kezdte 40 évig, és egy nap késésben volt, nem itta meg, le is esett a tetőről és meghalt. Még apám mesélt egy ilyen történetet. Még kint dolgozott a sivatagba, autódarus volt, aztán... Opa! Ja, így. Aztán kérdezte a főnök, hogy tényleg ott fönt a magasba, több 10 méter magasba kellett fölmenni a valakinek. És ott ugye tudod, nagyon magas feszültség volt ott, és ott egy vezetéket kellett áthúzni a másik helyre, és csak bizonyos szakaszokon lehetett csak leáramtalanítani, az a lényeg, tehát ott nagyon veszélyes volt. Át is húzhatott, kurva magason volt, kötéllel se szabadott fölmennie, csak úgy tényleg így maga, fölmegy, ez kész, kötél nélkül, minden nélkül. Aztán senki, mindenki, senki. Aztán egyik jóvágás úriember megszólalt, hogy én főnök, én fölmegyek, de akkor három feles meg kell igyak hozzá. Megfogta, földbe dobta a sapkát, jó, megtaposta, mennyi. Nem volt más választás, valakinek meg kell csinálnia. Alkoholista volt egyébként az a manus. Szerette a piát, inkább így fogalmazok. Meg is csinálta. Mert amúgy remegett. És megitta a kis napi ízét. Ez már úgy ment, mint a izé. A gyors vonat, az Intercity oda föl. Nagy lehetett. Kemény. Gyerünk, 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 pörögjé, pörögjé, stroll, gyerünk kifele. 95 csak, pászek, hát jó, nem baj. Dávid bassza meg. Az igen. Aja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 j
Hoppá! Akkor ez az egy gyors körünk van. Jó, Strollt még jó, hogy nem tartja föl senki. Atyaég. Gyerünk, 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 gyerünk. Most már ennyi, nem is jövünk ki többet. Stroll. Hatodik hely! Nem, heted, nyolc, kilenc. Maradjon úgy. Maradjon úgy! Gomes meg szokással szüljen le van szarva. Ahogy szoktuk. 12, nem rossz, papám, nem vagyunk nagyon lemaradva, már az jó. Az már jó. Holnap jöhet fel a Vinted, aztán csaphatom a FIFA-t. Na, szuper. Szuper. Nem mondta semmit. Ja, utazott kell a lány. Ja, várja most. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, igen, most bum, szerkeszti a lightbotot, gyerekek. Senki ne lepődjön meg. Hogyha csúnya dolgokat én esetleg a chatbe. Nagyon állat volt a Project Cars, feldobtam a napomat, köszi a lehetőséget, kis gyakorlás és a ti szinteteken leszek. Hát ne viccelj már, eddig is ott voltál. Hát akkor meg akkor én mit mondjak? Jó volt, úgy ahogy volt. Az tényleg nagyon király volt. Az nagyon-nagyon fasza volt. Azt hiszem ott a végén, Belgába, Sacával, talán te voltál, akivel ott voltunk így hárman együtt. Talán, nem vagyok benne biztos, de annyira kár volt, mikor Saca hibázott. Ott írtó nagy verseny lehetett volna még körökön keresztül. Az sajnálom. Az jó lett volna. Szóval, ja. Magyarországon a pia népbetegség, ja. Ja. Ah, máshol is amúgy, jó. Nem kell nagyon szégyelni emiatt magunkat. De amúgy is, hát most... Gyerekek. Kismértékben orvosság, nagymértékben gyógyszer. Nem? De.
Mit válaszoltam a Lucodra? Milyen Lucodra, papám? Ha egy versenyen megelőzöd a másodikat, hányadik leszel? Itt egy kettő esély. Az előzőt elcseszted volna, ha megelőzöd az utolsót, hányadik leszel? Az utolsót, ha megelőzöd? Mi? Hát második. Ha másodikat megelőzöd, akkor második leszel. Utolsó, ilyen nincs. Utolsót nem lehet megelőzni. Jó, tudom, ez egy ilyen beugratós dolog. Bala bácsit be akarod égetni. Előre elolvastam, mert láttad, hogy láttam, hogy mész. Előre elolvastam direkt a lucod. És köszönöm szépen, így előjáróban beláll. De ilyen nincs. Ja, a szövegértés így van. Igen, a harmadik szektorban satszal kicsúszott, aztán én neki mentem a falnak. Ja, így van, így van, így van. Az időmérő jártam én, úgyhogy így fölmentem a palánkra, azt így akadozott, mint te, konkrétan. Ja, beszippantott a fal. De jó volt itt, hogy a Bujami indul az első helyről. Alessin, Kanan, menjünk a futamra. Szóval gyerünk. Hogy én miért nem állítottam a gumitaktikán? Bazd meg. Nem baj. Most már mindegy. Nem állítottam be, hogy milyen gumival menjenek. Na mindegy, jó, akkor maximum közepes. A következő etap lesz közepes keverék. És a vége megint lágy. Ennyi. Nem gáz ez? Végül is. És akkor legalább az elején nagyon gyors tud lenni Stroll. Ki tud autózni magának egy viszonylag olyan pozíciót, ahol úgy el lehet-e vickélni. Csak hát ugye Strollnak most van egy nyakfájós ellenvonása. Minusz 10 az állóképessége. Kicsit gáz. Bazd meg, baleset. Édes Istenem, Gomes. 28, ja, kettő közepes lesz innentől kezdve. Javítjuk, és akkor gyors meskacok. Egyébként, hogyha alkatrész kell javítanotok, akkor mindig mehet a gyors stratégia. Mert akkor sose hibáznak a szerelők. Hát most 2 másodpercet nyersz, de az sem mindegy. Oké. Okay. A Strollnál mi van? Hát még gyepálja a gumit, ne gyepálja. Többiek hogy állnak? Hát... Alessi mit csinál a gumival? Hát szinte alig fogyott neki. Ez valami gumimágus lehet, komolyan mondom. Stroll! Pazd meg, nyomjad neki, fater! Áthajtásos büntetése is volt izének, Gomesnek, Jézusom. Gratula, my friend. Mindegy, Gomesnek amúgy is vége ennek a futamnak. De amikor már eljöttünk erre a nagy díjra, már akkor is vége volt. Na mindegy. Bala utolsó futam Belgiumban, én is ott voltam... futamon veletek. Ja igen, 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 igen. Ez igaz, ez igaz, ez igaz. Ez így igaz. Ja, meg lehet előzni az utolsót, ha lekörözésnél így van. Jogos, 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 jogos. Jogos. Na. Vagyogatunk. Hát eső nagy valószínűséggel nem lesz már. Nem baj, végül is nem baj. Ja. Hát, következőben még nem jövünk. De kopik, bassz meg. Többiek most jöttek, kivált 14. Bázz, ez nem lesz jó. Ez nem lesz jó. Kettő közepesen lehet végigmenni, gyerekek. Mhm.
De kár, kettő közepes. Basszus, ez nagyon lassú lesz. Nem. Itt kiegyensúlyozottra vissza kell tenni. Most a jó. Tényleg is kidobja, hogy config. De király. Ez kemény. Lelkizni? Persze. Nálam nagyobb lelki szemetes láda nincs. Hogy minek mondják ezt. Valami olyasmi. Ne viccelj. Ők a izé. Ha geleszt a pásztor, akkor én meg lelki pásztor. Ennyi. Na, strollinjó, nyomjad neki, veressed neki, hadd szóljon. Egy de bánom, bassza meg. Ejj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 
siker. Arra leszek amúgy kíváncsi, hogy az ellenfelek hány kiállásról lesznek. Amúgy meg. Mostanában annyit pödröm itt a izé hajamat, azért mint valami rossz picsa. Meg a szakállamat is már. Arcszőrzet. Komolyan mondom. Kurva jó érzés. Mint hogyha valami izé nikotin hiányos ember lennék, bazd meg, aztán ezen vedetem le itt a dolgot. Holott nem is vagyok már az. És mégis. És most ennek örömére közben itt én újra töltem a pipát, gyerekek, remélem nem haragszotok meg. Ez ilyen miatt nem akarom elvenni se a képet, se a hangot. Meg amúgy se látszódik be szóval. Most letekerem a tankot. Sasa, köszönöm szépen a lúcot, okosan bala. Nekem felvassz az agyam, úgyhogy lópált. Mi történt? Ó, oh, faszom, izé, megint utolsó ervénydül. Mi történt? Várjál. Ki kell jönni boxba, jó, még egy kört mennyi. Gomes, valami Gomesnek nem tudom mit idejelek, tök mindegy ő már. Itt bajba lesz troll. Kettő lágy. Bajba van troll nagyon. Főtartja, és nevető harmadikként meg fog érkezni majd a gyerek. Figyeljétek meg. Üzemanyag nagyon lassan jön vissza amúgy. Gyerekek? Hát ez... Tragedy, gyereki, tragedy. Várja. Felix da Costa előttünk van, mert ugye most jött ki. Buemi... aha... Rosenqvist nagyon szarul áll. Prost is szarul áll. Mondjuk ők kettő lágya végig tudnak menni. Hát... nem állunk annyira rosszul talán. Talán egy pontocska. Talán. Várjál csak. Négy, akkor jó. Akkor jók vagyunk, tökéletes. Azt is mondhatnám. Szerintem. Ja. Van eladó szaros gatya érdekel. Azt pont nem, ne arra úgy. Várj, kijövünk boxba. Jajj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 
biztonsági kör még. Ajajajajaj, hát igen, elkopott az a közepes már sajnos. Piqué el is ment ennek köszönhetően, ő valamivel jobb gumikon van már. Ő kevésbé koptatta el. Talán itt a boxba visszaelőztük.
Nem. Nagyon nem. Ő elment még egy körre. Akkor vissza fogjuk előzni. Most üres, légüres tér van előttünk. Gomes, takarodjál! Takarodjál onnan! Takarodjál, takarodjál, takarodjál! Szép. Pikét meg... Így van, megelőztük, baromi a lassú kört ment így Piké. Alávágtunk konkrétan. Nyomtunk egy underkuttot. Jó. Hiába fejleszek, még mindig 3 másodperc a hátrány. Bászeg sosa. Nem szabad föladni. Nem szabad. Hát... Érted, Ross Brown feladta volna, mi lett volna? Akkor mondjuk ő kapákba egy olyan autót kapott, hogy... Ihalja, csuhalja. 10. hely. Gyerekek, 10. hely. És helyet fent még jön. Törvi jön. Ó, nagyon jól állunk. Piqué nagyon sokat bukott, 8 másodpercet adtunk neki konkrétan, majdnem 8-at. Gyerekek, és légüres tér van előttünk. Milyen leves vettél a málnáson kívül? Semmiet. Csak málna. Most majd megyek haza a hétvégén, és akkor lesz majd Heisenberg, 250 milli. Hát ez egy darabig elég lesz talán. Üzemanyag? Bassza meg, Gomes. 22%-os gumim van kint csórikám. Szegényt itt szivatom. 200... Atyaik, hogy le van maradva Gomes, majd figyeljétek. Nem lesz uncsi? Nem. Ha igen, akkor majd pattintok bele néhány csepp mentolt. Stroll megint elment. 9. Stroll! Bazd meg! 8. Az is megvan, bazd meg! Na itt még durva verseny lesz, mivel Prost light gumikon van. Viszont egy a probléma az, hogy nekünk nincsen üzemanyag tartalékunk, gyerekek. Hány kerül, ami... ez egyszer lesz. Az a baj. Az a baj, hogy nagy a baj. Na, 7. Mi van, miatt fater? Hát erőből lenyomnak minket, hát persze, hogy elmegy. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Magunkkal foglalkozunk, nem szabad itt erőltetni a dolgot. Hát üzemanyag az épp, hogy vissza fog jönni talán a végére. Gomes 4 körrel később rajtolt el, vagy mi történt? Ojaj. Rosenquist. Elmegy. Nem baj. Pikét nem szabad elengedni. És akkor van egy pontunk megint. Ez már nem rossz. Ez már nem rossz akkor. Hát gyerekek, mindent le kellett venni. Hogy visszajöjjön az üzemanyag, mert ez nekem gyanús. Hogy nem fog. Most kénytelen voltam tényleg visszavenni. És az a durva, hogy Piqué így se tud ránk jönni. Nagyon kopottak a gumiai. Nem tudom mit csinál, de nagyon... Kanán kijött boxba. Hát ő már nem lesz meg nekünk. 10. hely az viszont totálisan reális. Aha. Még egy kör. Piqué annyira nem gyors, hogy beérjen minket. Sőt. Hát nagyon lassú Piqué. Pedig minden minimumon van, szinte. Prostnak is elfogytak a gumiai. 10. hely. Szevasz Marti, jó éjszakát neked, hello. Tizedik hely, nem rossz, nem rossz. Egy pont. Egy pont a zsebbe. A puttonyba. Ja, jó. 7. hely. Korrekt. Ha mindig hozzánk egy pontot, akkor az valami nem rossz. Köszi, Doki.
Ha megyünk a következő nagy díjra. De egyelőre még ugye fejlesztünk, fejlesztünk folyamatosan. Csaphatjuk a Stroll mondta, hogy fejlődsz. Koncentráltságban gyere föl, gyere, 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 abban már nem kell sok. Hát... Boldogság nőtt, piacérték nőtt, az jó. Piacértékünk 550%-os. Akkor már 3 csillagot elérjük, azt hiszem. Az jó. Az nem rossz, ezt meg kell őrizni. Ott van a pontocskánk, ott bizony. Ott... Opa! És mindjárt jönnek az új szponzorok, gyerekek! Az nagyon jó. 3 csillagos szponzorok lesznek. Az nagyon fasz, akkor fejlesztünk. Nem szorozunk, fejlesztünk. Ja, de motorban már jók vagyunk. Ej. Akkor mibe kell fejlesztenünk, várjál csak. Fék. Az kell szinte az összes pályához. Úgy, menjen, menjen, menjen. Király. Elvállalás. Ennyi. Elnök meg le van szarva. Elnökkel sose szabad foglalkozni szerintem. Én legalább sose szoktam. Jó. Majd mikor szorul a hurok, na akkor majd foglalkozok vele. Úgyhogy ja. Hát az autó teljesítmény az... Ja. Trágya. De attól még ott vagyunk. Hát ha a hetedik hely megmaradna, az szuper lenne. Így van. Így van. Szevasz, Fred, jó éjszakát neked, hello, bello, minden jót. Köszi, hogy benéztél. Hülkenberget nem, á, ne, hogyan? Norvi, most esik, csak levárja. Hogyan venném meg? Hát harmadik osztályban, mint fociban harmadik osztályban, úgy képzeld, hogy mi harmadik osztályban vagyunk, ők meg első osztályban. Tehát azért, na, ha minden jól alakul, akkor már csütörtökön meg lesz az Xbox, de csak később tudom megszerezni a Motorsport, tehát nem baj, lesz még. Motorsport 7 multi, ebbe biztos lehet szóval. És ennek örülök, Marci, hogy tudsz majd csatlakozni, szuper jó. Nagyon király. Mit ígértünk évvégére egy csapat 8. hely? Így van. Igen, Leclerc még mindig nincs, hát még mindig. Még mindig. Látás ez meg, látás ez meg. Várj, mennyi ideig? 2 hét. Hát az futamra pont kigyógyulja. Vagy meggyógyul. Hülyeség ez a szavazás, mi az, hogy 27 körülbelül álló versenyek legyenek átlagosan, adjam. Hülyeség. Maradjon úgy, hogy eddig volt, az csak. Ez most nem értek egyet, bocsánat, arra, hogy fattar. Ez van. Úgy. Oké. Azt mondja, hogy milyen alkat rész kellene még itt. Hát lehet, hogy ezt fogom én fejleszteni Gomesnek, azért mégiscsak azért valamennyire érez a törődést, Csorikám. Úgy. Oké, oké. Köszönöm szépen a Lucot, Norbi, szerdán. Őrkény elleni meccs, remélem lövök volt, sőt nyerni is kell, és sütörtökön kopaszodok. Kopaszodsz? Mi? Levágatod a hajad, vagy mi? Fűnyíró alá fekszel? Vagy mi? Vagy mi lesz? Nézzelek oda. Köszi szépen a Lucot egyébként, Norbi. Hát én sok sikert kívánok, én rúgjál sok gólt, basszus, ne kíméld őket. Ők sem fognak téged. Akkor biztos lehetsz. Ja, várjál, először inkább ezt fejlesztük. Plusz így. Ja.
Oké. Na, fékek meglettek, szuper. Indítatjuk akkor következőt. Következő fékfejlesztés. Ó, bazd meg. Kockázati szint. Mindegy, jó van. Jó lesz ez így. Elmegy. Úgy. Fasza, 10 napunk lesz felfejleszteni azokat az új fékeket. Megoldható szerintem, hogy Schatzberg KB-ra. Teljesítmény fontosabb. Fontos, hogy meglegyen, inkább így mondom. Várjál csak. Mi kell a következő pályára? Végsebesség, első hátsó szárny. Tehát akkor szóval motorerővel, ugye első hátsó szárny az ugye adott. Ja, oké. Jó, megyünk tovább. Ja, csak oldalt. Á, értem. Na, minden jót. Szevasz, Norvi, jó éjszakát. Bum-bum a legjobb moderátor. Ja, mert csak egy van belőle. Rekt. Rekötő. Ennyi. A Nightbot mondta nem én. Ja, az is igaz. Az is igaz. Na, megvannak az új fékek. Föl is röptetem én az autóra, Strollnak az autójára. Hát sokkal nem lett jobb, de nagyobb potenciál van benne. Szóval már emiatt fölkerül az a... Na ez azért mondom, ja. Oké. Az meg. Bocsi. Stroll előrébb van, mint te. Bocs, Gomes. Csúlyogunk, mint te. Adszolja. Hát majdnem fullos lesz. Az király. Szavasz, Bizsi pápa, hello, bello. Leclerc. Azt nem is tudom, hogy hol van. Hány éves? Mi nincs itt? Azt mi nem is látjuk szerintem. Aha. Ja. Őt még nem látjuk. Fejleszteni kell a központon. Ne fejleszünk itt amúgy. Mondjuk... Aja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 j
Hátsószárny, az se kell nekünk még. Hát a motor, igen, az a motor azért az nem lenne gyenge. Csak az itt a kérdés, hogy ők mennyi lóvét hozzának a csapathoz az új szponzorok. Várjál csak. Futamonként elmegy 2 millió, van vissza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tehát 12-13 milliót meg kell hagynunk. 4 millió van költeni. Várjuk meg a szponzort, míg megjön. Az a biztos. Nem indítok szavazást, ne arra, hogy túl erre amúgy is 1 millió forint, hát hogy ugye ez már. Na, ez jó. Tudunk fejleszteni a sebbáton. Ez nagyon jó. Vagy nem? Úgy. Hát, basszus, 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 basszus. Az a baj, ezek mind kockázatos fejlesztések. Hát nem lesz akkora áttörés ezzel a fejlesztéssel, de jobb lesz, mint a semmi. Azt tuti. Azt tuti. Mhm.
Fú, bassz meg. Az a baj. Á, nem merek egy ilyet bevállalni. Most nézd meg. Hát konkrétan 193 helyett lenne a teljesítmény 243. Az nagyon jó lenne. Nem merek ilyet, mert tényleg egyszer megbüntetnek, az kukába megy az egész alkatrész, akkor menjünk a biztosra. Menjünk a biztosra. Király. 16 nap még elkészül, az nem rossz. És fújja, fejlődött a telemetrikus központ. Ami ugye a versenyzőnek a, tehát a versenyzők sima vezetését és állandóságát fejlesztik. Jobban növelik. Jobban tudnak majd abba fejlődni. Mi? Meg kell mondjam, szuper olyan kocsit vezetni, ami csak kortyolja a benzint. Szevasz, I'm way down, szevasz, CK. Bátorság van, a gyerekek, már mindegy. Már mindegy. A francba. Ilyet sem hallottam még, hogy valaki megdicséri az autót. Szia Kevin, szava Dorgert, hello, hello, mindenkinek. Hát alakul, alakul, kacskacok, nem rossz, nem rossz. Szépen jövünk azért fölfelé, arra szolgatunk. Lassan, de biztosan. Az, tényleg biztosra akartam menni, mert nem akartam így másfél, egy másfél milliót kidobni az ablakon. Ja. Jön, jön a Stroll, nem, nem marad otthon. Ágy, fejlesztés. 94%-os lett, az első osztályú király. Be is rakjuk azt az alkot. Vagy már be van? Mhm. Akkor jó. Akkor jó. Akkor jöhet a nagy díj. Azaz a szabad edzés. A fekete tenger mellett. Közvetlen. Crashelt ez a kurva játék. Ez jó. Hogy ez mi volt, bazd meg? Azt én is szeretném tudni. Hát remélem volt mentés. Fú, de várom a holnapi karriert. Hát én is. Én is. Én is. Két nagyon jó pályán megyünk. Kanada és Baku. Ez kemény lesz. Két olyan It's pálya, ahol nagyon kell a motorerő. Reméljük jó a mentés, hát igen. Most viszont leverszem azt, hogy mindjárt mutatom és mondom, hogy azt, hogy háttérbe is lehet futtatni a játékot, és akkor is megy. Hát, ha az a problémája, nem tudom, mögben benne biztos, de vegyük le, az kész. További sok pontokat kívánok. Köszönöm szépen, Kevin. Minden jót neked. Azt mondja, hogy... Ú, bazd meg! Ez mikori mentés? 13 perc ezelőtt készült. Mondom, a nagy D vége után. Bassza meg, igen. Oké. Okay. Akkor pörgessük meg a dolgokat, gyerekek. Fake fejlesztés, ugyanúgy. Így. Oké. Okay. Úgy. És addig. Nem. Így. És akkor mit csináltunk még? Ja, fejlődik az autó. Oké. Okay. Jó, gyerekek, fölpörgetjük mi itt ezt. Akkor jöhet a kockázat. Jöjjön a kockázat akkor.
A Sors is ezt akarta, ja. Jó, jöjjön akkor. Hopp. Ez megbízhatóságra kell. Jó, megyünk. Nyomom a lúcot, mert holnap csak este leszek, sajnos nem maradhatok le. Köszönöm szépen, Doki. Felnyegye meg, basszus, hogy csak holnap leszel, nézzenek oda. Na, ez jó, jótékonysági futó. Ez kurva jó, gyerekek. Viszont a szponzorunk, hát ja, a szponzor vonzósági szintet ezáltal nem növelte meg 4-es, 4 csillagosra. Hát mindegy, nem baj. Nem baj, na végül is. Ó, főnök ez katasztrófa, lebukott a Megzinájér. Amikor információkat próbált meg kiszivárogtatni a garázsba, az is lehet, hogy más csapatokhoz, de már el is juttatta őket. Basz meg! Nem rúghatjuk ki, kurva jó mérnök. Nincs erre lóvénk. Nem rúghatjuk ki. Basz meg, bunkó. Jöhet az új fék. Így. Okidoki. Ki kell baszni a gőzsbe. Sajnos nem tehetjük meg. Kár, hogy bedobott egy ilyet. Egy sém. Formula 1. Igen. Oké. Ott is minden jó. Főpatintjuk az új fékeket, ahogy az előbb is csináltuk. Úgy. És azonnal átállunk arra. Ja, jó. Jó. Király. Szavazás. Nincsen szavazás. Mindjárt kész a telemetrikus központ, és jöhet a motorfejlesztés. Haha. Úgy. Ja, motorfejlesztés, váltó. Zúrva lesz. Nagyon jó lesz, hogy ez ki lesz fullozva. Szóval ez sok idő kell majd. Ja, következő nagy, tehát ezután a nagy után sem biztos, hogy meg lesz bazzeg. Fullossa. Megbízhatóságot fölrántjuk egy ilyen, hát nem is tudom, fullra, fullra, kész fullra, ja. Ja. Szevasz, Zserbó, hello! Oké, mehetünk a szabad edzésre. Na! Innentől kezdve már nem kell semmit újra zongorázni, remélhetőleg, hogy nem fog kifagyni megint itt a játék, mert akkor tökön szúrom maga. Úgy. Úgy. És esik az eső, basszus. Az interes. Hát súlycsökkentést nem csináltam meg, nem baj, majd időmérő előtt akkor. Úgy, az is jó. Mehettek ki. Az is jó, mehetsz ki. Hadd szóljon. Thank you.
Hát, tök durva, ilyen közelről is lehet őket nézni. Sasolni. Nagyon, Jani. Az botrány. Az botrány kategória. Hát... Na csapassad, faszikám, csapassad. 16-os hátul is. Végsebességre. Oké. Kíváncsian várom. Gyerünk, gyerünk, gyerekek, pörögni, pörögni fölfele. Hadd szóljon. Hát száraz beállításunk egyáltalán nem lesz, mármint azokra bónusz. Leszorító erő jó. Sőt, tökéletes. Jó irányba változtattunk, menjen így. Ott pedig rossz volt, akkor erre megyünk. Sok egyet vissza. Úgy, hadd szóljon, gyerünk. Ó, de jó belőttük Strollnál, nézzenek oda. Az igen. Tehát arra volt rossz, akkor még sebes végsebesség kell neki. Talán ennyivel már beéri a gyerek. Kiváló Stroll, most kint is marad, nem is fogom visszahívni. Gomes is kint maradhat végig is. Míg nem csinálják meg a versenybeállítást. Ja. Viszonylag elég hamar sikerült belőni. Kemény. Kemény, kemény. A gyerekek, túrjátok ezt a vasat. Időmérős beállítás is kell lenni fog. Gomes dicséri az autó, Stroll is dicséri. Akkor előzz már meg Stroll. Ha hogy valami verseny legyen már, valami akció. Hát unatkozunk. Hát nézzenek oda. Jó, körvégé jönnek be szerintem majd. Pont normál, ideális lesz. Ja. Tökéletes. Kiváló. 99% Jézusom. Aha, szárad a pálya, akkor... 9 kör. Jézusom, menjen inkább lágygumival most. Valami azt súgja, hogy arra kell majd itt a bónusz nekünk a versenyen. Jó. Csapjátok, gecó. Erünk, tépjétek szét a vasat, hadd szóljon. Nézzük Strollt. Eddig van neki még ez a nyakfájós jellemvonása. Nem tudom. Sajnos nem tudom. Jó lesz a kocsi, ha a motort is lehet tuningolni. Ja. Igen. Kell a szponzor. Nagyon kell. Szponzori pénz. Hogy tudjuk elindítani a központnál a fejlesztést. Nagyon kell. 8 millió basszus, azért nem kevés. Fene egy második. Ja. Kicsit föltekertük a vasat.
Milyen csöndes ilyenkor a chat, csak a Nightbot spamelje a... Igen. Basz, nem lesz meg a 10% időmérős beállítása? Nem áll. De meg lesz körvégén, azt hiszem meg lesz. Ú, gyereke, nyomjátok. Jó, az megvan, 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 megvan. A lágy gumira is meg lesz a 10%, az király. Nem rossz. Úgyhogy fullosra meg van csinálva az interes versenybeállítás, az király. Gyanítom, hogy itt lesz eső. Az időmérőn. És a futamon, vagy egyiken, másikon, mindjárt kiderül. Oké. Így. Ja, és a súlycsökkentés, bazza, majdnem elnyomtam. Jó. Ott is jó. Itt is jó. Hatvankilenc, ha-ha-ha. Jó. Megpróbálom őket száraz gumival megfuttatni őket itt az elején. Kapásból. Egyből ki kell küldeni őket. Mert én úgy satszolom, hogy esni fog, plusz lesz olyan időszak, mikor száraz is lesz. Jó, mennyi? És most gomes. Gyerünk. Várni? Nem, mert akkor esni fog. Tehát most ebben az időszakban, tehát ez itt az a 7 és ilyen 5 perc közötti szakasz. Figyeld, most így, így lesz száraz. Ez így jó. Mert a többiek interen vannak. Hát, vannak. Jó, ezzel nyerni fogunk. Így nyerni fogunk, mert a vége ez full eső. Így van, hál' Istennek. Jó. Ez így jó. Ja, így már látod, ja, ja, ja. Kár, hogy egy autós csapatod van. Ja, igen. Kár. Első hely. Egyelőre természetesen csak. Ennyi volt az időmérő. Beszarok, ha ebből pole pozíció lesz. Többiek már buknak. Áááá, be fognak jönni, így van. Eljöttek a nagy ágyuk. Viszont ahhoz képest ez egy nagyon jó eredmény, 6. hely. Ennyi volt az időmérő. 6. és 9. hely. Ez már fix. Ez kurva jó. Ez nagyon jó. Tényleg. Hat és kilenc, szuper. Elég durván. És kijönnek esőgumival, de fölösleges. Én nem küldöm ki őket, totál fölösleges. Semmi értelme. Tehát nem tudom még miben reménykednek. Nem? Csak koptatják a motor, de hát itt ilyen nincsen sajnos. Bár nem, mint hogyha annyira hiányozza, ez csak ilyen plusz dolog lenne amúgy is.
Hatodik hely. Ez jó. Kis naívak még. Ja. Igen. Tavaly mi lettünk az év menedzsere. Egyébként most előjutott eszembe. Fényezzem magam. Nyilván nem. Király. Ez fasza. Aha. Ajaj, ez mennyire fog esni, az a kérdés. Nem látj. Várjál. Jó lesz ez. Uh-huh. Ez ennek így jónak kell lennie. Mire elkopik a lány, pont esni fog? Hát lehetséges, az lehet, az könnyen előfordulhat. Úgyhogy mert szuper nagy 9 kört bír ki, hát az nagyon gyenge, az... Nem éri meg szerintem arra a bónuszit föltenni. Plusz legalább az Inter szarra lehet nyúzni. Hát, az túlzás, várjál csak, mennyit bír? Az Inter. Ó, fasza. Akkor ezt melegen tudjuk majd tartani szépen. Jó, az király. Mondj, nyomjad majd, csak lesz valami alapon. Ja, Nicolas Prost. Na gyerünk. Ha már hatodik helyet megtartod Stroll, akkor már nagyon jó vagy. Nyolcadik. Visszatámad. Megint. Ott ez lesz még előzés. Kívülről... Azt a kurva! A gyerek kicsúszott, szép volt. Ötödik. Szép. Gomez tartja a kilencedik helyet. Az nagyon jó, Stroll jön. Bazd meg jön. Negyedik. Esőben megtátosodtunk. Harmadik! Há, mi a jó franc van? Nincs előzés az első szektorban, aztán másodikba se, hát akkor még nem jön be a safety car, vagy valami virtuális. Gomez már 17. Ez jó. Nyomja a troll, basszad neki. Szevasz Mark, hello bello, ezer éve nézenek oda, hello. Ez kamu, ilyen verseny nincs is, ahol elengedik őket szabad esővel. Hát elég baj. Nem megy az alvás, Marci. Na, üdvözöllek akkor újra. Öt kör. Gumira ki kell bírnia. Stroll nagyon jó. Hát komoly... Ha beszarok, támadja öcsém a gyereket, Prostot.
Gomes a taktika része. Amikor lekörözik, feltart mindenkit. Ja, így van, nem baj, visszacsúszott egy pozíciót, nem baj. Márk, az igen. Az igen. Hát kitartás, papám, az igen. Csapjad neki ezerre. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Gumi az jó. Úgy lesz, úgy látszik eddig, hogy száraz futammal fog folytatódni. De nem feledkezem, nem feledkeztem meg rólad, legalább egy like mindig van tőlem, még ha nem is tudom nézni. Köszönöm szépen, Mark. Köszönöm, és mindannyiótoknak köszönöm tényleg, hogy már lájkoltátok a videót, aki lájkolta persze, aki nem, annak pedig csak köszönöm szépen, hogy itt van. Még egy kör bele fog férni Strolltól, az biztos. Huha. Jó, mindegy, akkor jövünk ki, mikor a többiek is. Vagy várjál? Ajjaj, bassz meg, igen. Már jönnek be boxba, jó, akkor jövünk mi is. Reagálni kell. Stroll jön be, 13 kör, 2 lágy. 2 lágy a végig megy, az jó, mert arra van bónuszunk. Hát ez zseniális, jó, jó eltaláltuk. Jó, ez az. Többiek még elmentek Interre. Hát, ők tudják. Igaz, még vizes a pálya, de... Adja, de hogy jössz be, ne hülyeskedj. Az a durva, hogy akik előttünk voltak, gyerekek, azokat megelőztük konkrétan. Szóval most kiabálhatna neked, we need more power, Bala, my friend. Ja, így van. Így van. Stroll? Én nem tudom, mit csináltak ott a srácok a kerékcseréné, de... Hele a kalappal! Azt a kurva! Meg kellett volna már előznünk basszus ezt az enged gyereket, mert nagyon föltartott most minket. Na nem baj, most talán meg tudunk lógni. Hát ez elég erős kijelentés volt, de... Viszont szerintem egy kiállással előnybe leszünk a többiekkel szembe. Di Grassi előttünk van, lol. Nem baj. Szavasz, Noko. Hello. Hello, bello. Jöjjön egy Luc is. Köszönöm, Mark. Köszönöm szépen. Na! Na, hogy megelőzzön? Gyerünk, 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 nyomjad, 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 nyomjad! Védekezz! Azt a korva! D'Ambrosio elment. Prost is elmegy. Iiii, de necces. Jó, eddig szépen csinálja a Stroll, tehát... Gyönyörűen. Tehát most meg kell nézni Gomes hol van. Kíváncsi lennék Gomes autójából mit hoznak is Stroll. Csapasd neki, csak a P1. Ezt a Digrászi gyereket sosem írtam, most is csak zavaró tényező ott elől. Ja, viszont Hungaroringen milyen jó volt a beugrása. Rengjene, hogy beszólt neki. Az a jót rögtem. Úristen, az nagyon nagy volt.
Jó a gumikezelés mögöttünk lévőhöz képest, ő is ugye lágy gumin van. Tempó se rossz. Diresta, bazdmeg, tényleg az Diresta volt, nem Digrassi. Ja. Vár, Digrassi nem is, nincs is meg a kvarcva nekem. Tényleg, Ragnar. Ja, bocs. Nem rossz ez gyengébb kocsival, igen. Óriási teljesítmény. Hihetetlen, hogy az időmérős, a szerencsés időmérős teljesítményt így ki tudja használni most Stroll. Nagyon, tényleg nagyon jó. Első osztályú teljesítmény ez. Úgyhogy nyakfájós. Szóval brutálisan durván le a kalappal előtte most. Eső? Nem lesz már eső. Virginbe tolt a Digrassi. Aha. Nincs meg a feje. Várjál csak. Jövünk be mi is a boxba. Reagálni kell a mögöttünk lévőre. Ehe. Oké. D'Ambrosio is bejött, vagy is jön be. Csak ne cseszétek el gyerekek a kerékcserét. Baszd meg, elcseszték! Kurva életbe! Öcsém, nem baj, még előttünk lévő ki fognak jönni úgyis egyszer. Vagy annyira jó gumikezelésük, hogy azzal már végig mennek. Hát ezt simán kinézem amúgy belőlük. De 13 kört. Csak nem. Buém is kijön, Cerruti vagy Kerruti is. Jó. Ja, hát hihetetlen bizony. Kell a dobogó! Köszi szépen, Doki. A rúcot, így van, kell bizony. Ahogy már menjen. Ó, nem baj, jó van, hadd menjen végig, úgyis ki fog ő még jönni. Szuper lágyér. Ó, jó van, nem fog minket föltartani. Gómest elfelejtettük. Nem baj, már megszokta biztos. Szegény gyerek 0%-os gumival megy. Na most szóltatok ti is. Most látom, hogy szóltatok. Gómest nekem nem létezik amúgy, ez csak egy kolonc. Ő növeli a csapatnak a piaci értékét, az csá. Így még pár meccsen nézték semmiben. Hát amúgy igen. Ez így van. Ez így van. Hát... Gyerekek. Ilyen ez a papszakpa. Viszont tartalékolni kell a gumival. Na nekem gyanús ez. Kanan végigmegy, D'Ambrosio, hát ha végigmegy, akkor kurva lassú lesz. Frames, hát ő szerintem még egyszer bejön, talán, de ha nem jön be, akkor nagyon lassú lesz ő is. Digrassi is nagyon lassú lesz hamarosan. Úgyhogy, ja. Hát ötödik helyen vagyunk, azért nem szabad elkeseredni, mert Alesin jön mögöttünk, mint a, az állat. Hát, mindjárt látjuk, hogy milyen kört megy most. Hú, bazd meg, ő nagyon jön. Ujjjj. Jó így, sziasztok, holnap 8 órán van, utána jövök. Kösz, hogy itt voltál, László, minden jót neked, szevasz. Jó pihenést, aztán holnapra pedig kitartás. Dobogó is lehet még ebből előfordul, hadd csak, hát azért nagyon jönnek a kurva ketten egyszerre. Nem baj. Jó, Frinz most jött be boxba. Elmegyünk mellette? Megvan! Megvan, egy... nem, visszajön? Hú, az nagyon necces, az a baj már.
Azt a kurva! Nyomjad, 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 nyomjad! Hatodik D'Ambrosio. D'Ambrosio mellett simán elmentünk. Ötödik hely. Egyelőre. Nagyon kopottak azok a lánygumik már nekünk. Hát többiekhez képest. Huhú, gyerekek. Izgi lesz. Buemi nagyon nyomja mögöttünk. Atya ég, mekkorát autózik. Jézus Isten, 4 másodpercet vert ránk. Hát ez keresztül fog menni rajtunk, mint fosalibán. Pazeg! Meg a mögötte lévők is nagyon jönnek, pazeg! Nyomjad már, fater! Gyerünk, 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 gyerünk! Kell még valami ezt parancs? Hát én nem tudom, basszus, most így hirtelen. Szerintem... Még egy kör. Hatodik hely. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Most így hirtelen nem... Nem jut eszembe semmi. Skacok, nektek van ötletetek? Parancssal kapcsolatban? Milyen parancssal tudja választ a Nightbot? Van bármilyen ötletetek, akkor tényleg osszátok meg nyugodtan. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Jó, hatodik hely! Nagyon nagyot jössz ról, nagyon nagyot. Ez tényleg nagy volt, hatodik hely. Ezzel most sokat jövünk előre. Szép bizony, igen. Köszi, Doki. Hát Strollnak tényleg minden elismerésem most. Bazeg! Ez első osztályú teljesítmény volt. Remélem egy ilyen 30 nap múlva lesz a következő nagy díj, mert akkor jó lenne kifejleszteni az új váltót. Szépen ugye jó, egészségesre. Nem kell a szerénység, azért a menedzser sem volt rossz. Köszi, Zserbo. Szerintem meg Gomesnak minden elismerés. Az is igaz. Az is igaz. Ej, a Mahindra is hozott most pár pontot, ahogy látom. Nem baj. Gomes, most ne nézzük, ő más tészta. Ja. Na, sima vezetés az nagyon jó lenne nekünk, új feloldás, szuper előzési mód, hát ez... Nem sokat fejlődött most Stroll, viszont a csapatpiaci érték ez továbbra is 1%-ot jött. Nem rossz, nem rossz. Boldogság az elnöknek 24%. Nem csodálom ilyen teljesítmény után. Jó, fasza. Minusz 1 millió 8, és most jönnek a szponzorok. Engedd el Gomesus nézni. Az a baj, hogy bárkit hozok ennyire, ugyanez lesz. Mert tényleg egy csapatos, vagyis egy pilótás csapat vagyunk. Csak így van esélyünk eredményt elérni. Csak így. Hogy semmibe veszük a Stroll mellett lévőt. Így. Akkor nem megy le se a csapatpiaci értéke, másik variációra meg nem is tudom mit reagál. Íííí, 17 nap múlva lesz az ausztrál nagy díj, basszus. Szponzorok? Hát Hugo Boss. Aha. Várjál csak. Ebből IBM lesz. Vagy nem, ez a shop.
Szia, Haldir, jó estét, szevasz, üdvözöllek. Ja, zsáró, így van. Sap 2.1. Következő futamot is lenyomom, így van, így van, így van. IBM 2.270.000. Azt kell nekünk a sap. Ja, várja. Doki, ezt úgy számoltad, hogy 16-szor 110 ezer? És 10, tehát 16-tal megszoroztad a rögzített fizetéseket? Ezek úgy lettek kiszámolva? Majd addig megnézzük, hogy másik nem mik vannak. Hát, hogy adó vagy magneti, az ugyanaz. Teljesen mindegy ott. Hát akkor melyik legyen? Magneti Marelli. Köziduk egyébként, hogy kiszámolod, basszus. Ilyen számokkal fejbe számolni nem egyszerű. Pedig szeretek rajta agyalni, de ide már számológép kell. Ja, kell a jó elektronika, jogos. Jogos. Aha, tehát akkor 6 milla. A sap. Mi lesz a reakciót, ha megszerzed az első győzelmedet? Kit akarsz majd leigazolni Stroll csapattársaként? Hú, Kevin, ezek nagyon erős kérdések, basszus papám, nem tudom. Nincs győzelmünk még? De! Vagy nem? Hülye vagyok, nem? Nem, győzelmünk még azt nem nincs. Ja, nincs. Az... Hú, nem tudom. Kezemet a magasba emelem. Aztán így ennyi. Örülök, hogy szoktam. A shop egy picivel több, mint az IBM. Világos. Az itt a kérdés, hogy shop vagy Hugo Boss. Kiugrik az ablakon, és megmartozik a fűbe. Ja. Aha. Sőt, ezt ki se kell számolni. Shop. Shop a nyerő. Így van. Boss az nem éri el, így van. Ez 5 millió. Így van, shop. Shop, shop, shop. Hova került ez föl? Hát az ezt sehol nem látni. Magneti. Marelli. Azt se látni. Lol. Ja, oda orkúpra fölkerült végül is. Ja, ott is van egy, aha. Oké. Ja. Hát, én nem merek bevállalni központfejlesztést. Azt hittem jobb szponzorok jönnek. Azt hittem hoznak kerekperez ilyen 20 millát. Mert már volt olyan. Na, mi? Bassz meg. Őristen.
Hát most... csináljátok. Mennyi kell a végéig? 5-ször 5-ször 2-vel számolunk, tehát 10 millió. 10 millióval kell számolni, hogy tartalékunk is legyen. Tehát 10 millió elmegy mindenféleképpen. Tehát most 7 milliónk van. Ja. Hat egész kilenc marad, igen. Jó, az végül is. Köszönöm a lucot, bum bum. Es. Ennyi. Susogós. Susogós es. Az nem sok bizony, igen. Sajnos igen. Igen. Tényleg pénzügyeknél minden... Jó, oké, magason menjen, csak így van. 2 nap múlva megérkezik a sebességváltó, gyerekek. Azt szerintem be is fogjuk tenni az autóba már. Mi várjál csak? Hát, nem. Bazd meg, nem. Viszont annak a fejlesztését megkezdjük már most. Ja. Hú, 2.43, mekkora előrelépés lesz az, basszeg. Csak ne vegyék észre. A vezetőség ne vegye észre. Ha ne észreveszik, akkor gáz van. Akkor nagy gáz van. Szuper, várjál csak, fejlesztés. Valamit indítsunk egy borsba. Csak a felfüggesztést tudjuk most már, ugye? Ja. Hát. Jó, mint a semmi végül is, szóval hadd menjen. Ja, jó, oké. Okay. Ja, jó, ez a központban nem tudsz nyomni, és még a motor is kell. Ha lebukunk, akkor szobol van. Igen. Akkor elég csúnyán. Akkor elég csúnyán. Úgy. Várja, hülyeséget raktam be. Nem ez kell ide. Hanem... ez. Ja. Hát ezzel el lesznek majd itt a szerelők. A stábtabuk. Rövidebb versenyekről fognak majd szavazni. Hát, előlem. Hát valamivel kevesebb mínuszba megyünk majd nagy díjanként. Nem rossz végül is. Mindenki beszél máshol, nehogy gyanút keltsünk. Ja. Csak a pozitív hullámokat kell nyomni, így van. Ja. Hát ez majd a következő nagy díj után lesz érdekes. Mert ugye nagy díj, tehát minden nagy díj után van ellenőrzés, akkor ellenőrzik le az autókat, hát... ja. Bízunk benne, hogy nem bukunk le. Én azért bízom benne. Jó. Megcsináljuk most is a súlycsökkentést. Úgy. Oké. Okay.
hát, nem is tudom. Köszönöm a lucot, Doki, luc, mindenhol luc. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Gomes dühös. Gomes dühös. Ki itt te volna? Rubens Valtteri Gomes. Igen. Igen, igen. Kifelé. Mars kifelé tesztelni. Talán. Talán beválik. Jó lenne megint hamar belőni a beállítást. Aj, de jó lenne. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ó, bassz, meg nagyon nem. Az nagyon nincs meg. Ajajajajajajajaj. Aha. Jó. És akkor itt a sebesség egyensúlyon fogunk még a gyorsulás felé menni. Baszott. Az kemény. Nem, pedig ez a leszorító erő kell nekünk, kurva életbe. Az hát, persze, hogy az. Így. Úgy, na gyerünk. Ja, így van CK. Így van. Leszorító erő, bassze. Mark, köszönöm szépen a lucot, ezt a tartalommal teli lucot. Köszönöm szépen. Ha nagyon ajánlom, hogy jó legyen. Gyerünk gyerekek, sürögjetek, forogjatok, azt szóljon. We need more power! My friend. Nem tudtam most kitölteni. Nem van jó ez.
Lance Stroll, bazze, mi lesz így velünk ezen a nagy dion? Ajja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 jj
beállítás, hogy is hol van még. Ó, basszus. Hát a időmérős beállítás az tudja, hogy 5%-os lesz. Sőt, a lágygumi is. Basszeg. Hej. Franc, egye meg. Ebből áll az összes formula line. We need more, my friend. Hát elég gyakran mondom. Igen. Bár érdekes módon most megjött a power az autóba, szóval. Csodával határos módon konkrétan. De ez el se hiszem tényleg. Nagyon kíváncsi leszek, hogy holnap mi lesz. Oh. Stroll tökéletes, nem is fogok én már vele többet vesződni. 97%-os hohó. Papám, hova többet? Oh! Az is. Lol. Innentől már VB cím F1-ben bala. De akkor is maradnod kell a McLarennél. Egy VB cím, nem VB cím. Te is tudod, így van, ezért megyünk más csapatot, ott is VB világbajnokok leszünk. Nem, tényleg most már ezt jó pár szó már beharangoztam, hogy majd szavazás lesz arról, hogyha VB világbajnoki címet nyerünk, akkor majd lesz róla szavazás, ugye. Hogy melyik csapathoz menjünk. Viszont érdekes lesz az a szavazás, mert mondjuk felsorakozhatom az összes csapatot a szavazásnál. És mi van akkor? Hogyha? Bassz meg, ez nem lesz egyszerű. Mivel kinyomni nem lehet majd azt a képet. Tehát konkrétan a jelenlévők, tehát az ott lévő emberek fogják eldönteni azt, hogy most akkor mi legyen? Vagy azt is meg lehet majd játszani, hogy pont a live-nak a végén lesz a szavazás, és én úgy hagyom a játékot. Egy jó pár órán keresztül mondjuk. Nem lépek ki, semmi ilyesmi. És akkor tényleg úgy minél több ember szavazni tud majd. Talán ez így megoldás lehet arra, hogy tényleg minél többen le tudják tenni a voksukat. Meghekkeljük a szavazást, hogy a McLaren nyerjen. Hát a McLaren is lenne lesz a szavazásban, természetesen ma... esik. Egyszer fogunk kijönni. Na ezt most ide be fogjuk durrantani bizony Strollhoz. Ez jó lesz. Google szavadás? Az milyen? Tehát én ilyen strawpollos szavadás, strawpollon keresztül szoktam szavadást indítani, Marcel. Te is ilyesmire gondoltál? Igazolj a safety carhoz. Ja. Várunk most. Nekem gyanús, hogy a végén föl fog száradni. Shut up! Tudom, amikor Jeffnek mondom. Aha, szárad. Aha. Jó. Talán egy-kettő pozíciót nyerünk így, és talán egy-ketten nem, egy-kettő ember nem fog így majd kijönni még a végén.
baszd meg! Ott esni fog még a végén, kurva életbe. Hogyan legyen? Báj. Másfél perc, vagy kettő percre számoljunk, kettő percnél még van tapadás. Nem tudom, mi legyen. Megkockáztassuk a lágyat. Basszeg. Mert azzal csináltunk egy első, esetleg második nagyon overkill-es. 10 másodperc van, gyere ki, ha érted a point. Nem. Nem. Igen, ők veten vannak. Viszont ő nekik még lesz egy annyira idejük, hogy kijönnek interrel, mert ki fognak jönni interrel, biztosan. MP. MP. Mi mire a Caputo logóra gondolsz? Hogy mi nem esik le, ne arra úgy CK. Tehát ők biztos, hogy föl fogják rakni az Intert. A meved, ja. Lili megvan, talált, na, szuper. Én megkockáztatom, gyerekek. Nagy kockázat, nagy nyereség. Interre jön ki Gomes. Na ez a baj ilyenkor. Most, hogyha két autós csapatunk lenne, akkor azt mondom, hogy egyik lágy, másik Inter. De így van meg. Eddig nem rossz a tempó. Ha lesz ott tapadás, de nem túl sok. Ajajajajaj. Gyerünk. Eddig jó, bassz meg, Liga első szektor. Kurva élet, gyerünk. Első, ne essé, bassz meg. Gyere, fatter! 1,4-es előny, passz meg, el ne csesz! Gyerünk! Tudom, hogy esik, akkor is nyomjad! Pol pozíció, passz meg! Mekkora volt ez? Mi a fasz? Gomes pedig negyedik hely. Azt a kurva élet! Itt nagyot jött a pali. Interrel is megérte kijönni amúgy. Nagyon durván. Nem, hogy kiküldted volna a Gomest is, és akkor 1-2. Elenyűltelhetetlenek. Gomes úgyis utolsó lesz. Így is. Biztosan utolsó lesz. Ez minden pénzemet fölmerem erre tenni. Mindkét gumi jó választás lett volna. Igen. Viszont Gomes annyira nem tudom. Annyira nem használta ki az Intert. De amúgy jó választás volt, mert senki nem jött ki Interre, de valandok voltak, ez meglepő. Ennél azért okosabb az AI. Gomes onnan fogja megnyerni, figyeld meg, ő hozza az első győzelmedet tavaly. Ő mentett meg idén, ő szállítja a győzelmet, ja. Lehet. Ez előfordulhat természetesen.
Várja, gondolkodjunk. Kettő lány, ezt végig lehetne csapni. Pász meg. Ja, időjárás. Oh, azt a kurva. Az már cunami. Akkor overkill, izén. Overkill. Hú, de jó, hogy mondtad, Marcel. Baszek. Jézus Isten. És lesznek, akik kapásból interrel vagy esőgomival indulnak. Mibe fogadunk? Mm-hmm. Ja, így egyértelmű eses, így van. És így indulunk. Szét lehet hajtani ezért. Aha, engel, esőgumi. Mennyit fog ő kapni? Júj! De ez nagyon tetszik, hogy ennyire változatos tényleg. Ez nagyon jó. Hogy próbálkoznak, basszus! Szevasz, Dénes! Hello, bello. Hát is troll... Nagyon overkillbe fogja nyomni. Hát ez... Senki nem fogja megközelíteni egy darabig most. Ó, de még hogyan fogja nyomni itt, papám? Ohoho. Gomes is megelőzés, akkor egy-kettő. Hihetetlen. Most kell előnyt kiautózni nagyon durván. Ez izgi lesz, igen. Ez a csere, a holdpont, a fordulópont, az nagyon izgi lesz. Hogy jól váltunk időbe. Ha nézd meg, már most mennyit kapnak. Jé, az nagyon nem érte megint esőgumival kezdeni. Rengeteget kapnak. Következő kör. Akkor már talán... Gomes 5. Milyen meglepő. És esik. Gomes tartalékó még csak nyerni fog. Hogy szurkol Gomesnek, beszarok. Nagyon nagy. Következő kör már box. Buemi meg ránk vár, hogy hogy lépünk és mit. Nehogy inter, barom. Esőgumi. Így van, most kell kijönni. Nem lehet maszarozni itt. Úgy van, CK is megírta vet. Gyerekek, ennyi. És vetke, majd Toki is megírta. Mindenki, gyerekek, ennyi. Ez ömleni fog. Így van, jól láttad. Kiválóan. Ez... cunami. Hát Buemivel leszünk harcba. És elmegy az idióta még egy körre. Ha van agya? Ha van ennek agya? És anyja? Atyaék. Lágygumisok vannak előttünk. 17 másodpercünk van az esőgumisokkal szembe, bassz meg. 17. Így is rengeteget kapnak azok, akik veten vannak, igen. Igen, de Buemi mit csinál? Hát ez nem normális. Szerintem megelőzzük. Csak az a baj, Rosenquist főtart minket. Baszik, és nem előzzük meg. Elment Buemi. Akkor ő nyert ezzel, ügyes volt. Az igen. Ezzel a gumival tartalékolni kell majd szépen. És a végére jöhet a szuperlágy. Feldob a live-ot. Na, ennek örülök, Dénes. Ennek örülök. Jó szórakozás továbbra is. Igaz, most már nem tart sokáig, egy ilyen negyed óra, 20 percig maximum. De addig is jó szórakozás természetesen. Az meg Gomes. Bár ő Gomesnek már megint mindegy. 12. Ki kell jönni még majd interér szerintem. Folyamatosan figyeljük, monitorozzuk az időjárás előrejelző
gépünket, központunkat. Mert hogyha tényleg lesz Inter, akkor... tehát 15. körbe még fog esni, 7 kör. Aha. Hát meglepődök, hogyha ebből light lesz. Hát remélem nem lesz light, mert akkor rábaszunk szerintem. Bazd meg. Melegíteni kell azokat az esőgumikat, mert nagyon nem jó. Hát tök hideg. Ja. Föl kell rakni az Intert majd. Ez tuti. Ez tuti. Akkor lehet melegíteni a gumikat nyugodtan. Ez jó, mert hideg gumikkal nagyon bénák a pilóták. Második hely. Unokatesód meghalt. Bassz meg. Az igen. Hát őszinte részvétem, Dénes. Atyaik. Nekem egyébként tegnap... halt meg a... apukának jó barátja. Hát így családnak a jó barátja volt. Ja. Nekem soha semmi olyan közeli hozzátartozom eddig nem halt meg, kivéve ő. Ő volt eddig a legközelebbi. Ő nem volt rokon, ő csak jó barát volt, nagyon jó barát. És ennyi. Baromian jókedvű pali volt, baromian. Hát a cigi elvitte. Gége, tüdő, minden, fú, brutál, nagyon tényleg eszméletlen. Na, de mindegy, ez csak így érdekességképpen gondoltam. Ja. Hát, hamarosan jöhetünk be Interér. Az esőgumi egyébként legjobb tudomásom szerint az viszonylag eléggé sokáig húzza. Ami tök jó. Huszonnyolc éves volt. Hú, bazd meg. Az kemény. Az kemény. Hát az élet még bőven előtte át. Sürgősen jönnék-e boxba. Most kell cserélni, most van váltópont. Üzemanyagból viszont lesz egy kis tartalékunk is majd. Gomes gyereki, te is egy a bassza. Egy a fene. Gyere papám, gyere. Oké. Okay. Eddig ötödik hely, de hát az előttünk lévők azok kapni fogják most az ívet, nagyon durván. Várjál, 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 várjál. Jó, jó. Azok második helyre vissza fogunk jönni simán. Lágy gumit tett fő, Buemi, baszd meg! Hát de nincsen pályatapadás.
Húha. Eddig gyorsabbak vagyunk Bohéminél. De végig víz lesz a pályán. Várja. Bassza meg. Figyelni kell a mögöttünk lévőt nagyon. Gyerünk, 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 gyerünk. Nem rossz döntés, amit csináltak, a száraz gumi. Valóban. Bence, az is jó ötlet. Az is jó ötlet, amit mondtál, így van. Na most van váltó. Pont bazd meg. Hogy most fog bejósulni a lágygumi. Ijja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 jj
Talán annyival nem leszek gyorsabb, pontosabban. Ejj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 
Két másodperc a jobb kört mennek. Mögöttem lévő legalábbis. 17-re van mögötte, nem lesz baj. Hát... Talán. Mi van? Hagyjál már. Végig kell menned, kibírja az. Shut the fuck up. Jó, ez meg lesz így. Ez így meg lesz. Gomes takarodja a pályáról, nem odavaló vagy. Igen. Ez így sima. Eznek így meg kell lennie tényleg. Azért kezdtem el parázni, mert valamiért azt hittem, hogy a mögöttünk lévő kis málány gumikon vannak, de nem. Akkor így sima. Ez így sima liba. Gomes előzött egyet, mi a fene? Kész csoda. Az úgy meg is lesz a 19. hely neki. Utolsó kör. Második hely, gyerekek. Carroll taktikai zseni. Nem, hogy line-ot rakott volna fel. Hol van? Ja. Úristen, tényleg. Második hely, bazd meg. Sajnos ez mindig így van, Dénes. Az esetek nagy részével, mert valamis szerintem is így van. Hát igen, Ragnar, igen. A Renault. Ez kemény volt. Pazzeg második hely. Ez nagyon nagy eredmény. Húja, 27 másodperc kiautó, 27 másodpercet kiautózott. Igen, durva. Ott van a második hely. Atyaig. Hát ezzel most szereztünk pár pontot. Hajrá, Brown GP! Stroll egy állatsisak tulajdonosa, ez nyilvánvalóan hozzájárult ahhoz, hogy a Brown GP ma már pontot szerezzen. Hát igen. Ez jó volt. Na. Az elmúlt hetekben fejlődött akkor ezek szerint
Strollnak a sima vezetés, ez nagyon jó. Kevésbé koptatja a gumit. Piaci érték 1,67, király. Hogy áll a tabella? Mindjárt mutatom. Így. Hetedik. Kész. Elképesztő. Csapatba pedig följöttünk a hatodik helyre. Szem. Aha. Nem, Ragnar. Nem, nem. Nem fog kapni. És az utolsó három verseny, háromszor pontszerzés, szép. Köszi, Doki. És Lucot is. Igen. Tényleg baromian beindultunk, gyerekek. Nagyon durvá. Meglepően. Oké. Okay. 2 óra is kész az alkatrész. 24 napunk lesz rendbe tenni az új váltót, plusz az új felfüggesztést. Habár arra fogunk rámenni, hogy így. Nagyon nagyot jöttünk előre. Nagyon nagyot. Alkatrészt beillesztjük Strollnak. Így. Hát kíváncsi leszek, hogy meddig lesz nálunk ez az újabb váltó. Semmi baj, Dénes. Semmi baj. Jó tetted. Aztán legjobbakat kívánom. A csapassad a alvás, jó pihenés neked. Jó. Szavazás is lesz. Gyorsba lezongorázzuk. Szevasz, Lénes, hello, hello. De ez mi segíti? Nem értem. Ellene szavazzunk, vagy mellette, gyerekek? Én nem tudom. Hát 27 körös futamok nem szoktak lenni, hanem több. Hosszabbak szoktak lenni, ugye? Mellette. Igen. Mellene. Mellette, mellette. Mert mostanában a végén buksz már helyezést, ez is igaz. Mellette. Mögötte, ellene. Akkor már, ja. Kell a változatosság. Eljön akkor mellette, jogos amúgy. Na nézzük. Jóvá hagyva. Király. Szuper, akkor jövőre így lesz. Ez is igaz, Ragnar.
És most brutálisan kell fejleszteni a sebváltót. Brutál módon. Kurvára. Aha. 9 óra múlva megjön az új felfüggesztés is. Gyerekek. Ajajajaj. Mi kell erre a pályára? Sebváltó. Akkor sebváltót nyomjuk tovább. És nem tudunk már több alkatrészt fejleszteni. Mindenből maxon vagyunk. Ja. Így van. Nem baj. Szóval bazd meg. Ezelőtti 172 volt, és még van 5 nap. Ó, gyerekek. Nagyon jó lesz az. Nem titok, hogy a miénk a mezőny egyik legjobb autója, amikor gumikopású van szó, ja? Az összes többi pilóta minket irigyel. Átkozott túl jó ez a verseny hétvégéken. Az, hogy nem kell sokat aggódni az agresszív vezetés miatt. Isten jó tétvemény. Ennyi. Viszont én Strollnak adok egy szerződést. Bazd meg. Lehet összedom végén véget ér a jó világ. Hújjúj. Mert ebből felültás már biztosan nem lesz. Ujjúj. Hú, gyerekek. Lassan új pilóta után kell néznünk. A francba vele. Hát úgy látszik, hogy ki kell használni, hogy ki kell élvezni. Ez meg az nem jó. Semmi sem veszi fel a versenyt este egy jó könyv olvasgatásával. Há, kurva jó. Minusz 20 piaci érték összesen. Szóval 16 éves, van benne potenciál, meg csaj is. Kubo? Az mi? Mi az, hogy nulla? Úristen! Na, ilyet még nem láttam. De forni. Ja. Alfonso Cel is. Itt van. 20 éves, nem jó. Masszív a 3 csillag és média parás is, mínusz 30 piac érték. Bazd meg! Ez vagy másik bala. Jobb a kocsi, könnyebben találsz embert. Ez is igaz. Ez is igaz mondjuk. Hát ha más nem, akkor itt van Anthony Martin. Ja. Vele már nem tudunk beszélni, bazd meg. Hú, gyerekek, nehéz helyzetben leszünk majd. Hú, gyerekek. Aludni kéne már most, mert lebontják a várost. Manocskák szedik széje, hogy ne zavarjon éjjel. Az igen. Hát ez durva lesz a vége. Tényleg most abban lehet bízni, minél jobban föl kell küzdeni magunkat. Tényleg, hogy minél csábítóbbak legyünk. Más pilótáknak. Mi lenne? Csak egyenesen megy. Ja. Az a pilóta. Hát ez... Úristen, jaj, majdnem bementem. 2.
2013. Jézusom. Basszus, az már nagyon nagy előrelépés lesz. Hú, gyerekek. Hú, hú, bassz meg. Az szép lesz. Ja. Szerintem ezt a négy nagy... Várj, mit nyomtunk le most? Három nagy díjat? Aha. Hát szerintem ezt... Megpróbáljuk meg ezt a legközelebbi adásba, akkor ezt a négyet lenyomni, és akkor vége a szalonnak. Még erre kell egy ilyen 3 óra masszívan. Úgy kalkulálom. És akkor következő szezonban bele is tudunk menni. Felfejlesztjük az autót, új pilótát hozunk, stb. Ezeket itt, tehát a következő szezon, az, tehát a következő adásban odaig majd elmegyünk, hogy a nagy díj, tehát a következő szezon első nagy díjáig. Hogyha, oh, jó lesz. Jó lesz. Jó lesz, gyerekek. Na mentsünk egyet azt akkor. Spuri a luka. Jó. Gyerekek. Már most várom. Én is egyébként. Én is sok játéka vagyok. Így Forma 1-et is várom, Forzát is várom. De igazából mindent várom, szóval. Ja, érdekes. Tök jó így nyomulni. Fasza. Köszönöm. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. Ilyen sokáig, fél egyig basszus. Köszönöm szépen sok lájkot, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mindent köszönök, a lúcokat, feliratkozást, mindent, részvétel, segítségeket, biztatást, szurkolást, mindent. Mindenki nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Szép álmokat, szevasztok, hello, bello, hello.